Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Illetve ez a felvétel két napra szól. Július 10-ére és július 11-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek kapcsolatok a bolygók között. De van az új jóga is. A múltkor mutattam a lélegzési gyakorlatot, ami segít, gyógyít olyan betegségeknél, ahol a lélegzésről van szó. Ezt most újra megmutatom. A középső ujjadat így összenyomod. És ebben a helyzetben mélyen belélegzel. Elengeded és kilélegzel. Ez segít abban is, ha valamit el akarsz távolítani az életből. Tehát belélegzés, kilélegzés. Valamit megtartani, valamit elengedni. Ezt a gyakorlatot készítheted naponta. Ezt is szoktam csinálni, ugye a reggeli torna után. Most mutatok egy másik gyakorlatot, és ennél a félelmekről van szó. Tehát hogy tudnál elbúcsúzni a félelmektől, a bizonytalanságoktól, vagy egy depressziótól? A hüvelyk ujjat így befele teszed. A hüvelyk ujj az Mars bolygóval áll összefüggésben, és utána bezárod így az ujjaidat. Ebben a helyzetben, ahogy így összenyomod, belélegzel. Becsukod a szemedet, és gondolsz valamire, ami a múltban történt, ami szép volt számodra, szép emlékek, vagy azt, amire gondolsz, mert ezt szeretnéd elérni. Tehát valami szép dologra, vagy valakire tudsz így gondolni. Utána elengeded, kilélegzel, és akkor elbúcsúzol a félelmektől, a bizonytalanságoktól. Tehát belélegzés, kilélegzés. Szép dolgok, búcsúzás. Becsukhatod a szemedet. Tehát belélegzünk, kilélegzünk, elengedünk valamit. Így fogva tartunk valamit, a szép emlékeket, és elengedünk mindazt, amire nincs szükségünk. Ez segít neked, ha félelmeid vannak. És most megnézzük a napi horoszkópot. A mai napon a Hold és Vénusz bolygó szemben áll egymással. Itt tükröződik valami. Bele kell nézni ebbe a tükörbe. Itt érzelmekről, szerelemről van szó. A Hold az indiai számítás szerint a Szkorpión jegyében van, de a Hold itt nem érzi jól magát, tehát gyenge itt a Szkorpión jegyében, holott a Holdnál is, a Szkorpión jegyénél is érzelmekről van szó, tehát van hasonlóság, de nehéz kimutatni vagy elfogadni ezeket az érzelmeket. Vénusz bolygó az jó hatással van, mert Vénusz bolygó az a bika jegyéből hat, és uralkodik a bika jegye felett. Amire ez a kapcsolat még utalhat, anyai témákra, hiszen a Hold az szimbolizálja az anyukát is. Itt kell a belső egyensúly, ne túl sokat, ne túl keveset. Tehát ki kell mutatni az érzelmeket, vagy keresni a kapcsolatot az anyukánkkal, de nem szabad eltúlozni a dolgokat.
Fontos az, hogy koncentráljunk a Vénusz bolygó energiájára. Ez jelent bennünket, hölgyeket, a nőiességünket, és utal a szerelemre is. A Hold és Merkur bolygó, azon kívül a Nap között van egy kapcsolat, de ez kivált bizonytalanságokat. Most nehéz valamit tisztázni. Mars bolygó és a Hold között is van egy olyan kapcsolat, ami szintén bizonytalanságokra utal. Hiszen a férfiak nem fogadják el az érzelmeket, vagy vannak anyai témák, vagy vannak félelmek, bizonytalanságok, és ez bennünket, hölgyeket is elbizonytalanít, különösen, ha érzelmekről van szó. De mégis a Mars bolygó és Vénusz bolygó között van egy jó kapcsolat, mert a szomszéd jegyből hatnak, Mars bolygó a Kos jegyéből, Vénusz bolygó a Bika jegyéből, ez mégis utal a közelségre, a bizalomra. A Hold és Jupiter bolygó jó kapcsolatban van, ez kihat egy bizonyos dologra, ahol igazságról vagy igazságtalanságokról volt szó. Itt rendeződnek a dolgok, előre mennek, előre folyamodnak az események. A Hold, azaz Anuradha holdházban van, és ez szerencsét hoz, nyereményeket, szerencsét a szerelmi élet területén. Tehát annak ellenére, hogy nehéz most érzelmekről beszélni, vagy érzelmeket elfogadni, mégis a következő egy-két napban szerencse lesz, talán egy más életterületen, és számíthatunk nyereményekre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!